2,5 milliós gitárt atya, fogok szétdúzni, hogyha... Baszd meg! Sziasztok! Két dolog is itt az elején. Az első az, hogy tényleg VIP lettem-e? Hát nem tudom, de minden esetre egy VIP rendezvényre megyek. Az Ibaneznek lesz egy ilyen very important person összejövetele. Itt a Hangszerplázában, ahol új gitárokat mutatnak be, lesz valami nyereménygitár, meg hát persze ott lesznek az igazi very important personök, a Petától elkezdve a Kék Kőizalánon, Cifra Mikig lesznek gitározások, meg hát igaziból azért vállaltam el ezt az egészet, hogy megmutassam nektek, hogy hogy néz ki egy ilyen rendezvény. Még én se voltam, meg hát nem is túl sokszor hívnak ilyenekre, úgyhogy izgatott vagyok alapvetően, de hát hogyha sokótoknak újdonságot jelent ez. Szóval ez volt az első, a második, ki is csíptem magam, mert nem tudom, hogy kell ilyenekre járni. A második meg, hogy nem tudom megszokni ezt az utcán beszélést, mindenki néz. Nem tudom, hogy másoknak ez mennyi idő volt, én még mindig teljesen hülyén érzem magam. Éppen most is egy csoport ember mellett mentem el. Szóval, hát remélem majd előbb-utóbb belejövök ebbe is. Hogyha tetszik a videó, ne felejtsetek el feliratkozni. Hogyha tehetitek, támogassatok a Patreonon, aki már megtette, annak nagyon szépen köszönöm. Bármi kérdés vagy kérés van, azt írjátok meg kommentben, és hát izgatott vagyok, közepes VIP-ként elmegyek most ide a közeli Hangszerplázába, onnan jelentkezem. Ez már az új gitárpete, és már most elromlott? Sose volt jó. Mi történik vele? Most éppen kibaszottul aggódok. 2,5 millió gitáros... Két és fél millió gitárost fogok szétbaszni, nem? Egy mozdulat. 2,5 milliós gitárt atya, fogok szétdúzni, hogyha... Baszd meg! Meg csak a csavar. Ez még a jobbik eset. Az egyik csavar az itt van. A raklap alatt. Az egyik innen. Ne remegjen a kezem. Túl magas a... Húr, nyomás? Igen, mert így áll a tremoló. Na tessék. Kis gyors szörű. 2,5 milliós gitárt nem lehet beállítva elküldeni? Micsoda dolog ez? Sajnos a több ezer kilométernyi utazást a sós tengervíz. Nyilván. Ezek se bírják. És ez micsoda amúgy, a gittyó? Ez egy ilyen J-custom, ilyen custom sokos. Aha. Hát ez az Ibanezek teteje. Jaja. E fölött már csak azok vannak, amiket személyesen a rendőrzerek meggyártanak kézre. Hát egy két és fél milliós gitárnak a tremolója, az nagyon hasonlít egy nem 2,5 milliós gitárnak a tremolója. És ugyanazt kell vele csinálni. Igen. Mit fogsz gitározni? Egy számot. Úgy döntöttem végül. Egy régi számot, mert újat még nem írtam. Ezt pedig akartam. De... Mára? Igen. És ez dimárziókkal van. Azt nem tudom, azaz. Nem jöttek hozzá. De... Aha. Alakul. A brutál gitárosok is így ugyanúgy hangolnak, mint mi. Ezt képzeljétek el. Most mit akarok? Engedni rajta egy picit. Pedig alig húztam rajta, és mások. Hát ezzel csinyán kell bánni ezzel a két csavarral. Tudsz erről amúgy valamit, hogy milyen fácska ez, meg mit tudom én? Nem tudom. Olyan fa, amit lemtöttek kávéval. És egy kis kávé habiskénye, teljhabiskénye. És azt mondták, hogy így olyan szép lett, hogy így jó drágán adjuk. Ja. Ez a koncepció. Most ez így jó? Na. Jó. Lemezre jó lesz. Sajnos nem. Azért nem jó hír, mert ha a nyak lenne kicsit elgörbülve, akkor ezt most egy csavarintással helyre tudnám húzni. Lejjebb kerülnének a húrok. De nem, sajnos itt most ezeket kéne lejjebb állítani. Viszont ezeket tilos, felhúrozott állapotban. Nem szabad, mert különben oda lesz a tremoló. De hát itt... Ez le kéne most hangolni szépen a... Ez lesz majd az elképesztő bizonyíték arra, hogy te bármin is tudsz gitározni brutálisan.
Ő az Ibanez helytartó. Hello. Ő pedig egy másik sztár vendég. Csőzetek. Hello. Hello. Jó, csőzetek, mi még nem tudom. És a másik sztár vendég. Tehát, hogy ők az igazi VIP gyerekek. Hatalmas. Yesterday. Izgatottak vagytok? Mind a ketten játszatok? Nincs ez a sor. Ja, ez a VIP? Ez a felhozata sajnos. Aha. Hát nem játszok, és reméltük, hogy hátra valami sörös. Hidegtál például, az jó lett. Hidegtál meg fröccs. Úgyhogy ásványhoz maradt, mert hogy a cukrot nem iszol, ez nagyon egészséges. Igen. Hát itt úgy látom, inkább a gitárokon van a hangsúly, mint a cateringen. És szóval ti is fogtok előadni? Bármi? Nem. Sztárkodni értetek. Az igazi VIP-k, akiknek nem kell semmit csinálni, hanem csak itt vagánykodnak a lényükkel. Pontosan. De menőség. Ráhagyjuk azoknak, akik tényleg tudnak játszani. Milyen a gitjó amúgy? Most már, hogy egy kicsit beállítgattad. Beállítgattam azt a gitárt, amin nem kell játszanom majd. Nem mondom. És a másik? Az viszont be van állítva. Ja. Melyik az? Melyik a nyerős gitár? A tavalyi évben indult egy játék a Hangszerpaláza részéről, az Ibanezzel együtt, uh-huh. aminek az volt a lényeg, hogy 5 héten keresztül, 5 lépésben az Ibanez rajongók, az Ibanez szerelmesek, a zenészek, zenészbarátok összeállíthatták, hogy ők, hogyha szeretnének csináltatni maguknak egy custom shop gitárt az Ibanezzel, az milyen alapanyagokból készüljön el. Világos. És ebből volt egy szavazás, és az az alapanyag, amelyet a legtöbbet megkapta, abból készült el. És az mi? Ez a gitár. Hát ezt majd a profik elmondják, ja. Ha elmondhatják egyáltalán, mert ez olyan titkos, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ebből a darabból egyetlen egy van a világon. Aha. Nincs több. Nem is lesz. Úgy soha, csinálták nektek. Soha többet. Yeah. Ez a magyar Ibanez szerelmesek gyermeke. És ezt, ha jól értem, akkor ez ki lesz sorsolva? Nem ez lesz ki sorsolva. Ja. Na tessék. Túl jó lenne. Mindig van valami csavar. Persze. Ez a gitár lesz ki sorsolva. Aha. Ugyanis... Ez mi? Ez RG421? Igen. Aha. Ugyanis az történt, hogy a szavazók közül 5 szerencsés kisorsoltunk, akiket meghívtunk erre az eseményre a médián kívül. Tehát ez egy zárt körű gitárbemutató lesz majd a Ibanez-es endózerekkel gyakorlatilag. És az 5 névből, hogyha eljön mind az 5, akkor ki fogunk sorsolni egyet, aha. aki megkapja ezt a gitárt. Ja, ja, ja. Az a gitár pedig felkerül a Prestige falunkra, és meg lehet vásárolni. Ó, az igen. És mennyibe fog kerülni? Ez ilyen 2.800.000 forintos. 2.800.000 igen, forintos. Igen. Azt az atya úristen. Ami fontos, hogy tudomásom szerint Japánban készült. Hát abban bíztam, hogy nem Koreában készül egy 2.8 milliós gitár. Ja, ja, ja. Jó, hát kíváncsian várjuk, hogy ki fogja megnyerni. Reméljük eljönnek mind az ötem. A többit meg a Szabó Zoli barátunk, az Ibanez magyarországi képviselője el fogja nektek mondani. Szabó Zoli barátunk, az Ibanez magyarországi képviselője, mondd el a többit. Mi a többi? Mit mondtál? Van egy afrikai mahagóni testünk. Afrikai mahagóni, aha. Van egy gyökérfedlap, nyárfagyökérfedlap. Nyárfagyökérfedlap, mondjuk ez elég jól néz ki. Ja, ez kapott egy ilyen speciális színezetet, igazából ez ugye a pláza szavazáson résztvevőknek az álma volt. Ezt a speciális színezetet úgy hívják, hogy kékeszöld. Türkiz kékeszöldes. Iben fofogó lapunk van egy ilyen gyönyörű szép belakással, és ami még érdekes, ugye az a dimenzió. Igen, a azt már kiszúrtam én is. Nagyjából ennyi. Igazából ami fontos egy ilyen hangszer esetében, az, hogy ugye ez nyilván nem rohangál minden színpadon, főleg gyűjtők, olyan céllal, hogy értékállóság, befektetési céllal megvásárolják ezeket a hangszereket. Gyakorlatilag az a lehetőség, hogy bárki összerakhasson magának egy ilyen gitárt, az most így megszűnik. Aha. Véget ér ez az offer. És a gyártó fog kínálni ezen túl olyan megoldásokat, ami egyedi, ők találják ki azt a pár
extra feature-t, amitől egy ilyen hangszer teljesen egyszerű tud majd lenni. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Fogadjátok sok szeretettel a szeretetünket. Ennyi. Márti, ebből kimondani. Nem tudom, mit vagy. Újra benn vagyok a pult mögött. Hát nem vagyok tőle boldog, de figyeljetek. Action. Itt a VIP-k már szereztek maguknak italozmányokat. Nyomjak csak ott, akartok? Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én Monari Tamás vagyok a Hangszerpláza részéről. Nagyon örülök, hogy eljöttetek erre a különleges kora estére. Ide hozzánk a Hangszer üzletbe a Rákóczi útra, ahol is láthatjátok a Ibanez Prestige fal előtt állunk, hogy mit jelent, hogy Prestige, különleges Ibanez gitárok csak nálunk vannak itt az országban. És ezzel kapcsolatos a dolog, amiért itt vagyunk, hiszen a tavalyi esztendőben volt egy játék, egy sorsolás, amit a Hangszerpláza és az Ibanez cég közösen hozott létre. 5 héten keresztül, 5 lépésben a magyarországi Ibanez rajongók, magyarországi Ibanez szerelmesek összeraktak egy különleges custom gitárt. Ugye a custom gitár az, amit egyedileg készítenek és nem szalagon készül, mint a sok-sok más gitár. Ez Japánban készül ez a gitár, ez itt található mellettem. 5 lépcsőben megszavazták a kedves rajongók, hogy miből épüljön fel. Minden résznek a legtöbb szavazatát kapta egy bizonyos, mondjuk fa, és az lett ebből a gitárból, amit csillog mellettünk, és ennek lesz egy különleges bemutatója a mai nap folyamán. És a játékosok között, akik szavaztak, kisorsoltunk 5 szerencsést, akik itt vannak velünk, a 5 fiatalember, ezen a VIP eseményen van egy ilyen, és ők bizony 5 közül valaki kap egy Ibanez gitárt, ami itt van a legszínén. Ezt ki fogjuk szintén sorsolni, tehát ők már nem üres kézzel mennek haza. Ez a gyönyörű gitár, ez itt marad nálunk fönt a falon. Meg lehet majd vásárolni, be lehet jönni, ki lehet próbálni, úgyhogy köszöntök mindenkit! Gyakorlatilag ezzel a gitárral, mondhatjuk ki, véget is ér ez a speciális lehetőség. A japán gyár úgy döntött, hogy mostantól már nem lehet egyedileg összerakatni ilyen hangszereket. Ők fogják kitalálni azokat a specifikációkat és speciális összetevőket, amikből limitált mennyiségben fog készülni még ilyen minőségű és ilyen kategóriájú hangszer, de ez a lehetőség, ez a custom shop order, ez megszűnik különböző okok miatt. Úgyhogy ez egy rendkívüli pillanat, és ez a darab, ez a hangszer, ami itt van, ez gyakorlatilag egy teljesen egyedi darab. Ez megismételhetetlen, és ennek a pillanatnak együtt vagyunk a részesek, úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer a Plázának. Most pedig szeretném az egyik híres Ibanez művészünket a színpadra kérni, aki bemutatja nekünk ezt a hangszert, egy saját dallal. Lukács Fede a színpadon. Woo!
köszönöm szépen. Gyorsan megmutatom, van egy tiszta hangja is egyébként. Igen. Brutális próbálgatások vannak már is. És ki fog nyerni? Meg is fog mutatni a neveket, hogy ki az az öt. Tövén, kinek drukkolsz? Köszönjük szépen. Hát, még meghallgatjuk, hogy kik vannak. Mutatjuk a kamerát is. Kinek drukkoltok? Nem csalás, nem állítás. Most elkezdtünk ide. Most elkezdtünk. Zoli, belenyúlt, húzott. Ha! 10 másodperc van még hátra a szavazásban, azt hiszem, hogy most lezárom. A nyertesünk nem más, mint Mihály Zsolt. Egy RP421-es szólógitár. Gratulálok, használd egészséggel, köszönjük, hogy időt. Boldogság? Hogy? Yesterday. Hogy érezted magad, Peter, ezen a hiban ez VIP rendezvényen? Ne, egyébként viccet félretéve, tényleg nagy stemp volt. Baszki, azért egy ilyen gitár tényleg így elsőre felavatni, meg ja. Minden, azért az nagy stemp. Hát meg most már azért legalább 10%-kal többet ér el az újjára, hogy játszottál. Még amúgy se olcsó. Igen. Hát ez még egy plusz ára. Ezt a különbözetet, ha megkapnám a bombattal? Pont egy, nem tudom én, konyha csempézés. Ha valami, pár négyzetméter járóla. Igen. Hát, srácok, így néz ki egy Ibanez VIP rendezvény. Remélem, jól éreztétek magatokat, még igen. Tehát a brutálisat játszott megint. A folytatáshoz pedig már nem tartozik senki. Senkire, így van. Nem nyomda festéket. Elkezdték a sörözést a többiek. Már az elején. Köszi szépen, hogy itt voltatok, csőzetek.